A Vörös Hadsereg által elindított Bagration hadművelet 1944 őszére érte el a mai Magyarország területét. A második ukrán front több mint 850 ezer katonája tört Berlin felé. A Malinovszki marsal vezette hadsereg Debrecen térségében vívta a II. Világháború magyarországi legnagyobb tankcsatáját. A harcok a Karcag-Hajdúszoboszló térségre is kiterjedtek, amelyek során nem csak számtalan katona, hanem rengeteg civil is életét vesztette. A II. Világháború, amelybe hazánk tulajdonképpen kényszerpályán haladva sodródott bele, a nemzeti identitásunk szempontjából és lokális sorsunk szempontjából is nagyon mély nyomokat, lelki barázdát hagyott maga után, a közösség emlékezetében még a nagy háborúnál is mélyebbet, hiszen a hadi események szemben az első világháborúval itt nem távoli régiókban, hanem utcáinkon, tereinken, a kertjeinkben, házainkban történtek meg, s áldozatul sem ismeretlen katonák, hanem gyakran szomszédaink, családtagjaink, barátaink estek, a háborús károk pedig saját ingatlanjainkban, házi állatainkban, keservesen kuporgatott vagyonunkban jelentkeztek. 1944. október 5-e és 28-a között háromszor cserélt gazdát Karcag városa. Ez azt is jelenti, hogy a többszörösen megostromolt város óriási károkat szenvedett. A csatákban használt harci eszközök maradékai még évekkel a hadak elvonulása után is felfellelhetőek voltak a nagykunsági tanyavilágban. Jó magam, illetve 8-10 másik helyi gyűjtő tárgyaiból raktuk össze a tárlatot. Azt kell ezekről tudni, hogy igazából a legtöbb tárgy az a karcagi II. Világháborús eseményekből származik, illetve vannak egyéb, de főleg környékbeli előkerülésű tárgyak is. Vannak kevésbé jó állapotú háborús katonai relikviák, illetve vannak, amelyek egész jó állapotban vannak. Vannak, amelyek nagyon érdekes történettel eredett, vagy előkerülési történettel rendelkeznek, meg vannak, amelyek csak úgy kerültek. Van itt külön egyébként egy sarok a kiállításon, ahol néhány karcagi történetet is kiírtam az adott tárgy mellé. Igazából például az egyik legérdekesebb az, hogy néhány éve már publikáltam nagy közönség előtt egy olyan karcagi előkerülésű csajkát, amelyen orosz vésetek, orosz harckocsit, repülőt ábrázoló rajzok vannak. De az az érdekes, hogy a csajkának, a gazdájának a neve is bele van vésve ebbe az evő alkalmatosságba, és pontosabban régebben már lefordítottam ezeket az orosz szavakat, de ezek pontatlanok voltak, és kiderült, hogy a monogramja is rajta van, a monogramjából pedig az édesapja nevére következtetve egy kutató segített nekem ezt felderíteni, Vándor Károly, aki a magyarországi szovjet légierőt kutatja Magyarországon. Ő jelentkezett nem olyan régen, hogy információi vannak a szöveggel kapcsolatban, ugyanis interneten ingyenesen hozzáférhető orosz levéltári dokumentumok között rátalált a csajkának a gazdájára, aki egyébként 1924-ben született, 1941 és 45 között vett részt a II. Világháborúban, és részt vett igazából a budapesti, bécsi, debreceni hadműveletekben is, és két kitüntetést kapott, túlélte a háborút, és még 1985-ben is kapott egy érdemjelet. Az is le van írva a dokumentumban, hogy ő a 18. harckocsi hadtest 32. gépesített lövész dandárjának katonája volt, és ez az egység egyébként a szakirodalom szerint is igazolhatóan részt vett a Karcag városért folyó harcokban, és ezt a csajkát pedig itt hagyta nekünk, noha véletlenül. A Györfi István Nagykun Múzeum új időszaki kiállítása eredeti II. Világháborús tárgyak, illetve számtalan replika segítségével nyújt bepillantást Karcag II. Világháború sötét napjaiba. Ugyanakkor a maga nemében mindenképpen rendhagyó tárlat. Nem tűzi ki célul azt, hogy a karcagi csatát tételesen elmagyarázza, bemutassa. Nem tűzi ki azt, hogy a II. Világháborút elmagyarázza, bemutassa, hanem az a célja csak a magángyűjteménynek, és az a célja
hogy azokat a tárgyakat, amelyet akkor használtak, háborús tárgyakat, fegyvereket, arckocsi alkatrészeket, illetve egyéb dolgokat, plecsniket vagy kitüntetéseket, hogy ezeket bemutassa, amit egy magángyűjtő általában szokott gyűjteni. A karcagi csata 80. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás október végéig látogatható a Györffy István Nagykun Múzeumban.